A tervek szerint több mint 1000 palicsi háztartás csatlakozhat rá a szennyvíz hálózatra Szerbia és Németország közös projektjének köszönhetően. A palicsi helyi közösségben eddig mintegy 350 háztartás jelezte rákapcsolódási szándékát. Kitöltöttem, épp most viszem átadni. Nagyon örülnénk, ha volna, mert olyan nagyon fönt van a talajvíz, és sokszor nem lehet az udvarba járni, amikor olyan az időjárás. Egyesek csak attól tartanak, hogy az ő utcájuk kimaradhat a szennyvíz csatorna hálózatból. Palicsi lakos vagyok, és Palicsnak a környezetét mindent vigyázni kell. Egyedüli nagy bajom van, hogy én a falu szélén lakok, és lehet, hogy hozzánk nem fog kijönni, de nagyon reménykedök benne, hogy ez meg lesz. A környezet védelme és az életfeltételek javítása szempontjából fontos, hogy a település nagy részén kiépüljön a szennyvíz csatorna hálózat. Nagyon fontos lenne, hogyha nem csak a lakóövezeti résznek a polgártársai nyilatkoznának arról, hogy szeretnének rácsatlakozni a szennyvízhálózatra, hanem a Vikentelepen lakók is. A Vikentelep egy nagyon fontos része ennek a projektumnak, mert az elsődleges cél ezzel a projekt kapcsán a palics és a ludasító tehermentesítése a szennytől. A palicsi szennyvíz elvezető hálózat kiépítésének előfeltétele, hogy legalább 700 háztartás jelezze csatlakozási szándékát. A palicsi helyi közösségen kívül még a szabadkai vízművek és csatornázási kommunális közvállalatban is átadhatják a csatlakozási szándéknyilatkozatukat. A banknak a határideje volt ugye az, amit meghatároztunk január 20-ai dátummal, mivel a bank jelezte, hogy nem fog ideérni a hónap végig, hanem csak a februári hónap folyamán fog jönni, akkor ezáltal ez a határidő is meghosszabbítható 30-áig, illetve hát lehet, hogy még egy pár napot utána is. A bekötés 27 ezer dinárba kerül, amit részletekben is lehet törleszteni. A projekt megvalósítása 2017 augusztusában kezdődik, és a tervek szerint 2019 áprilisáig fejeződik be.